Now, there are lots of different people on the earth. Nagyon sok különböző ember van ezen a földön. But do you know that spiritually Jesus puts all people on planet Earth into three categories? De tudjátok, Isten szellemi szempontból három kategóriába sorolja a földön élő embereket. There's hot people. Vannak forró emberek. There's cold people. Vannak hideg emberek. And there are lukewarm people. És vannak langyos emberek. Let's talk a little bit about these hot people that Jesus talks about. Egy kicsit beszéljünk azokról az emberekről, akik forrónak hív Isten. Well, the first thing I want to say is that the hot people are in the minority. Mondjuk azt, hogy a forró emberek elsősorban ők vannak kisebbségben. And some of their behavior is a little bit unusual. És néhány ilyen forró embernek a viselkedése elég furcsa. First of all, először, their whole life is about Jesus. Az ő egész életük Jézusról szól. In fact, they consider that their old life is over, finished, dead. És ráadásul ők megvannak arról győződve, hogy az ő régi életük az kész, meghalt, vége van, finito. One of them said this. És az egyik azt mondta, I have been crucified with Christ and I no longer live. Hogy Krisztussal együtt én keresztre lettem feszítve, többé, tehát nem én élek. But Christ lives in me. De Krisztus él bennem. The life I live in the body, I now live by faith in the Son of God. És ezt az életet, amit pedig most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Who loved me and gave himself for me. Aki szeretett engem és önmagát adta értem. These hot people love God with all their heart. Ezek a forró emberek, ezek teljes szívükből szeretik Istent. And they have a real living relationship with him. És nekik van egy igazi élő kapcsolatuk vele. He walks with me, he talks with me. Ő beszélgetnek vele és vele együtt járnak. Look at what Jesus said. Nézzük meg, hogy mit mond Jézus. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt és kijelentem neki magamat. They know that Jesus has shown himself to them and they truly know him. Ők tisztában vannak vele és tudják, hogy Jézus Krisztus igazán valójában bemutatkozott nekik és igazán szereti őket. I don't know if you've ever met one of these hot people. Nem tudom, hogy valaha találkoztatok ilyen forró emberrel. But they love all people. De ezek az emberek mindenkit szeretnek. Even their enemies. Még az ellenségeiket is. Somehow when people hurt them, valahogy hogyha valaki megbántja őket, somehow they keep on forgiving. Akkor valamilyen módon megbocsátanak nekik. They don't get bitter. És nem keserűvé válnak. They keep loving people who are hurting them. És csak folyamatosan szeretik azokat az embereket, akik mindig megsebzik őket. And they do it passionately. És ezt szenvedélyesen teszik. Jesus said, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Jézus azt mondja, hogy én pedig mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyi atyátoknak fiai. These hot people actually share the gospel with others. Ezek a forró emberek, ezek igazából még az örömhírt is, az evangéliumot megosztják másokkal. And in this way they multiply or they bear fruit. És ezen az módon ők megsokszorozzák és gyümölcsöt teremnek. Jesus said, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak itt, és rendeltetek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremtjetek, és hogy gyümölcsötök megmaradjon. I don't know if you've ever met one of these crazy people. Nem tudom, hogy valaha találkoztatok-e ilyen őrült emberrel. But they actually let God make the decisions in their life. De ezek az emberek megengedik, hogy Jézus, Isten hozza a döntéseket az ő életükben. They believe that they can actually hear the voice of God. Ők elhiszik azt, hogy hallják Istennek a hangját. And that he directs them. És ő vezeti őket. Jesus said, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me.
Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. And these people do what God tells them to do, even if it's really risky or challenging. És ezek az emberek akkor is követik és teszik azt, amit Isten mond nekik, akkor is, hogyha nagyon rizikósnak tűnik, vagy nagy kihívásnak tűnik. These people are not like other people. Ezek az emberek nem olyanok, mint a többi ember. You see, they keep choosing not to follow their natural sinful desires. Ők folyamatosan megpróbálják nem követni az ő bűnös testi természetüket. And instead to be led by God's Spirit. Ehelyett az Isten szelleme által vannak vezetve. For if you live according to the flesh, you will die, but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, és élni fogtok. And then it says, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. És aztán pedig azt mondja, hogy akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Some people think I'm crazy because I claim that I'm full of the Spirit of God. És vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy én őrült vagyok, mert elhiszem és vallom, hogy betöltött teljesen az Isten szelleme. I don't only want to be full of the Spirit of God. Én nem csak az Isten szellemével szeretnék telve lenni. I want to be led by the Spirit of God. Én szeretnék az Isten szellemétől vezetett is And lenni. I want to operate in the power of the Spirit of God. És szeretnék az Isten szent szellemének az erejében működni is. And I know that he wants to do things through me that are way beyond my natural ability. És tudom azt, hogy szeretne olyan dolgokat tenni rajtam keresztül Isten, ami bőven az én természetes képességemet meghaladja. And he is doing that. És ő teszi ezt. In a world that is full of sin. A világ az telve van bűnnel. These people are pursuing holiness. De ezek az emberek a szentséget próbálják folyamatosan keresni. They pray fervently. Ők folyamatosan imádkoznak. And they don't just do it in front of other people, they do it in secret. És nem csak más emberek előtt teszik ezt, hanem titokban is. They close the bedroom door. Bezárják az ajtajukat a hálószobájukba. And some of these people have been known to spend hours on their knees praying. És vannak olyan emberek, akik órákat töltenek a térdükön imádkozva. Jesus said, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. És Jézus azt mondja, hogy te amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál, atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Now this next one you might think is really crazy. És a következőre azt fogod mondani, hogy hát ez tényleg ilyen nagy őrültség. But these people read their Bibles. De ezek az emberek olvassák az a Bibliájukat. And they see that in the same way Jesus talked about prayer, he also talked about fasting. És azt látják, azt olvassák, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy, ahogy írt az imádságról, ugyanolyan módon ír a böjtölésről. And they sometimes go without food for days because they want to be closer to God. És van olyan, aki napokon keresztül megvonja magától az ételt, hogy közelebb lehessen Istenhez. Some people call them crazy. És néhány ember ezeket az embereket őrültnek hívja. Jesus calls them hot. De Jézus azt mondja róluk, hogy ők forróak. After all, Jesus did say. Ezen felül Jézus ezt mondta. But when you fast. Amikor te böjtölsz. Not if. Nem, hogy ha böjtölsz. When. Hanem amikor. These hot people take this seriously. Ezek a forró emberek ezt elég komolyan veszik. And then he tells them how to do it. És aztán elmondja, hogy hogyan csinálják ezt. These people desperately want to become more like Jesus. Ezek az emberek kétségbe esetten szeretnének olyanokká válni, mint Jézus. And you know what's really crazy? És tudjátok, mi az igazán furcsa? They actually are becoming more like Jesus. Ők valójában tényleg olyanná válnak, mint Jézus. 2 Corinthians 3:18. A 2 Korintus 3:18. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit.
Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. These people are in the world. Ezek az emberek világban vannak. They're among us. Itt vannak közöttünk. They're in the world, but they're not of the world. Ők a világban vannak, de nem a világból valók. And they don't love the things of this world. És ők nem szeretik a világnak a dolgait. Jesus said it. They're not of the world, even as I am not of it. Jézus azt mondta, hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Later on in the Bible it says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Később azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. You could see why these people are in the minority. Úgyhogy láthatjátok, hogy ezek az emberek miért kisebbségben vannak. They fear the Lord. Mert ők félik Istent. That's a strange expression. Ez egy elég furcsa kifejezés. They fear God. Félik Istent. What does that mean? Mit jelent ez? Because they're not afraid of God. Mert nem az van, hogy Istentől félnek. That's not what it means. Ez nem ezt jelenti. They love God and they know God loves them. Ők szeretik Istent és tudják, hogy Isten is szereti őket. To fear the Lord means they care more about what God thinks than what anybody else thinks. Az Isten félelme azt jelenti, hogy őket sokkal jobban érdekli, hogy mit gondol Isten róluk, mint amit bárki más gondol róluk. The fear of the Lord is a fountain of life. Mert az Úrnak félelme az élet forrása. Do you know what's really crazy? Tudjátok, mi az igazán őrült? These people don't fear death. Hogy ezek az emberek nem félnek a haláltól. They're not afraid of death. Nem félnek a haláltól. And it has confused people for centuries and centuries. És ez összezavart embereket évszázadokon keresztül. Because they will be faithful to God even if other people kill them for it. Mert egészen akkor is hűségesek voltak Istenhez, hogyha más emberek megölték őket. One of them said this. Az egyik ilyen ember ezt mondta. For me to live is Christ, and to die is gain. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás az nyereség. What did I say at the beginning? Ugye, amit mondtam az elején. Jesus is everything to them. Jézus minden számukra. And they actually believe that when they die, it's going to be better than it is now. És elhiszik azt, hogy valójában amikor meghalnak, akkor az jobb lesz nekik, mint most. Why? Miért? Because they know that the moment that they die, they're going to go to be with the one that they love the most. Mert tudják azt, hogy amint meghalnak, azonnal oda kerülnek és azzal lesznek, akit a legjobban szeretnek. They have no fear of death. Nincs félelmük a haláltól. I could go on and on, but let me give you just two more. Még sokat mondhatnék erről, de még hadd mondjak két példát. These hot people. Ezekről a forró emberekről. They don't always get everything right. Nem mindent csinálnak helyesen. They don't always make the right decisions. Nem mindig a helyes döntést hozzák. But their hearts are soft. De az ő szívük az puha. And when they realize they've made a mistake. És amikor felismerik, hogy hibát követtek el. They get straight on their knees in repentance. Akkor azonnal lemennek a térdeikre és bűnbánatot tartanak. God, I'm sorry. És azt mondják, Istenem, bocsáss meg. I'm so sorry. Annyira sajnálom. Why? Because my sin has hurt the one that I love the most. És miért? Azért, mert az én bűnöm az megbántotta azt, akit a legjobban szeretek. And then they say, God, I thank you so much for your forgiveness. És aztán azt mondják, hogy Istenem, hálás vagyok, köszönöm a te megbocsátásodat. I thank you so much for what you did for me on the cross. Köszönöm azt, amit tettél a kereszten értem. God, would you help me to do it better next time? Istenem, segítenél nekem abban, hogy legközelebb jobban tudjam ezt tenni. And then they get straight back up again. És aztán azonnal fölállnak. And they carry on. És folytatják, mennek tovább. God. És szolgálják Istent. They don't sit there in guilt and shame for days and days. Nem ülnek ott szégyenben és bűntudatban napokig. No, they know they've been forgiven. Mert tudják, hogy nekik meg lett bocsátva. They know God looks at them in a good way, not a negative way. És tudják azt, hogy Isten
egy ilyen jó módon tekint rájuk, pozitívan már, és nem negatívan. And that he will help them. És hogy ő segíteni fog nekik. And they don't keep making the same mistakes. Eventually they get free. És nem teszik ugyanazt a hibát egymás után, hanem szabadok. They're overcomers. Mert ők győzelmesek. What's really interesting about these people? De ami igazán érdekes ezekben az emberekben. Because you might think that they sound religious. Lehet, hogy azt gondolod, vagy úgy tűnik, hogy ők ilyen vallásosak. I want to make something clear. De tisztázni szeretnék valamit. They're not doing all this to earn God's love or forgiveness. Ők nem azért teszik ezt, hogy Istennek a megbocsátását vagy a szeretetét azt így kiérdemeljék. They know they've been forgiven. Ők tudják, hogy meg lett nekik bocsátva. And they're so thankful. És ők hálásak ezért, nagyon-nagyon. That all that they do is just an overflow of thankfulness. Hogy mindent, amit tesznek, az valójában csak egy ilyen túl csordulása a hálájuknak. Look at what Jesus said to a woman who had lived a really sinful life. Nézzétek meg, hogy mit mondott Jézus annak a nőnek, aki egy nagyon bűnös életet élt. He said, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. How did she show her love? Hogyan mutatta meg ő a szeretetét? Well, she held nothing back. Úgyhogy semmit nem tartott vissza. And she poured some really, really expensive perfume all over Jesus. És ugye ő volt, aki nagyon-nagyon drága olajat rá öntött Jézusra. It didn't matter to her how much the perfume cost. És nem számított neki, hogy ez a nagyon drága kenet, ez mennyibe került. She was willing to give everything. Ő kész volt odaadni mindent. Not to earn his love or forgiveness. Nem azért, hogy kiérdemelje az Jézusnak a szeretetét vagy megbocsátását. But because she had received it. Hanem pont azért, mert ő ezt már elfogadta, megtapasztalta. These hot people, ezek a forró emberek, are living their whole lives with one aim. Ezek a forró embereknek egy cél vezéli az életüket. To hear the words. Hogy hear the words. To hear the words. Hogy hallják a szót. Well done. Azokat a szavakat. Well done, good and faithful servant. Hogy jól van, hű szolgám. Let's talk about the cold people. Beszéljünk most kicsit a hideg emberekről. Well, they're in the majority. Ők vannak a többségben. But there isn't really much to say about them. De igazából nem túl sok mindent érdemes vagy lehet elmondani róluk. They're spiritually dead. Ők szellemileg halottak. They don't know Jesus and they don't pretend to know him. Ők nem ismerik Jézust és nem szeretnék megismerni. They're living a sinful life and they don't see anything wrong with it. És ők egy bűnös életet élnek és nem nagyon látják, hogy ennek bármi következménye vagy rossz ez, nem látják azt, hogy ez rossz lenne. They love the things of this world and they're filling their emptiness with it. Ők szeretik a világ dolgait és igazából ebben az ürességben élnek. Either their eyes have not been opened to the truth about Jesus. És az ő szemük sem nyílt meg az igazságra, Jézus igazságára. Or they have been given the opportunity, but they've rejected him. Vagy lehet, hogy volt erre lehetőségük, hogy megnyíljon a szemük, de elutasítják ezeket a lehetőségeket. Now let's see what Jesus says about this. De nézzük meg, Jézus mit mond erről. In Revelation 3, he's talking to a particular church. A Jelenések 3-ban egy bizonyos gyülekezetről beszél. And he says this. És ott ezt mondja. I know your deeds that you are neither cold nor hot. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. I wish you were either one or the other. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I'm about to spit you out of my mouth. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. That is incredible. Ez hihetetlen. Jesus says, I wish you were hot or cold would be better than lukewarm. Jézus azt mondja, hogy
inkább lennél forró vagy hideg, mint langyos. Why? Miért? Well, because a cold person knows that they're lost. Mert egy hideg ember tudja magáról, hogy vagy tudja, hogy elveszik. If a cold person hears the gospel, they know they need it. Amikor egy hideg ember hallja az evangéliumot, akkor tudja, hogy erre szüksége van. You see, Jesus is ready to welcome the hot person, and he's ready with open arms to welcome the cold person. Mert Jézus kész üdvözölni a forró szemét, és ugyanígy nyitott tárt karokkal várja a hideg embereket is. But what's the problem with the lukewarm person? De mi a probléma a langyos emberekkel? Because this is really strong. És ez nagyon erős. Do you think Jesus wants to spit the lukewarm person out? Azt gondolod, hogy Jézus valóban szeretné kiköpni a langyos szemét a szájából? No, he doesn't want to. Nem, nem szeretné ezt. The problem with the lukewarm person is they're deceived. A probléma az ilyen langyos emberekkel, hogy meg vannak tévesztve. They think that they don't need to repent. Ők azt gondolják, hogy nincs szükségük bűnbánatra. And Jesus doesn't say I will spit you out of my mouth. És Jézus nem azt mondja, hogy én ki foglak köpni a I'm szemből. About to. Igen, ez megtörténik, vagy he hasn't yet. De még nem tette meg. Because he really loves the lukewarm person. Mert nagyon szereti a langyos embereket is. He loves them so much that he tells them the truth. Annyira szereti őket, hogy az igazságot mondja nekik. I hope you've got people in your life that love you so much that they'll tell you the truth even if you don't want to hear it. Remélem, hogy a te életedben is vannak olyan emberek, akik szeretnek annyira, hogy elmondják az igazságot, akkor is, hogyha nem szereted hallani. So let's see what Jesus says to these lukewarm people. Nézzük meg, Jézus mit mond ezeknek a langyos embereknek. Remember, he's talking about their spiritual condition. Ő szellemi feltételekről beszél nekik. And he says, you say, I'm rich, I've acquired wealth and do not need a thing, but you don't realize that you're wretched, pitiful, poor, blind and naked. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. He says, you think that you're okay, but the reality is something very different. Azt mondja, hogy te azt gondolod magadról, hogy te rendben vagy, de a valóság valami egészen más. And then he says something which is difficult to understand. És itt mond valamit aztán, amit elég nehéz megérteni. He says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire so that you can become rich. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj. White clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. Fehér ruhát, hogy felöltözz és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. And the salve to put on your eyes so that you can see. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és hogy láss. I want to try and unpack this tonight. És csak szeretném ezt egy kicsit kibontani ma este. Here's my description of a lukewarm person. Ez egy leírása tulajdonképpen a langyos embernek. If you ask them if they know Jesus, they'll say yes. Sorry. If you ask them if they know Jesus, they'll say yes. Amikor megkérdezik ezeket az embereket, hogy ismerik-e Jézust, azt fogják mondani, hogy igen. Many of them go to church. Sokan még gyülekezetbe is járnak. They profess to be a Christian, but they don't really feel a deep need for God. Ők úgy mondják, hogy keresztények, de valójában nem éreznek egy igazán mély vágyat Istenre. They think everything's okay. Ők azt gondolják, hogy minden rendben van. In fact, they look around at the other people in their church. És ráadásul körbenéznek a többi emberen, ugye a gyülekezetben. And they think, yeah, I compare quite well with those other people. És azt mondják, hogy a többi emberhez képest én egész jó vagyok. But they fail to compare themselves with what the Bible actually says. De valójában elfelejtik magukat ahhoz hasonlítani, amiről a Biblia beszél. And much of their trust is still in material things. És a legtöbbnek a bizalma az még valójában ilyen világi, materiális dolgokban van. And you know what's scary? És tudjátok, ez félelmetes. They have no idea that spiritually they're in great danger. Mert nincs semmi mert egyáltalán nem gondolják, hogy ők szellemileg veszélyben vannak. So Jesus doesn't want to spit them out.
Jézus nem akarja őket kiköpni. But he might have to. De lehet, hogy meg kell tenni. So he says to them, here's my advice to you. És azt mondja, hogy itt van az én tanácsom neked. You need three things. Hogy három dologra van szükséged. First one, gold refined in the fire. Egy tűzben izított aranyra. We have to go to 1 Peter to get a clue of what he might be talking about. Ez 1 Péterbe el kell mennünk, hogy megértsük, hogy van itt miről beszél. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. Ezen örvendeztek noha most, mivel így kellett lennie. Egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. You see, maybe you've been through trials and difficulties in your life. Hát lehet, hogy te is mentél keresztül próbákon és nehézségeken az életedbe. Maybe in the last few years you've been through some really challenging stuff. És lehet, hogy az elmúlt években mentél át nagy kihívásokon. Maybe you know what it is to be lonely. És lehet, hogy tudod, milyen érzés az, amikor magányos. Maybe you know what it is to be hurting on the inside. Vagy nagyon jól tudod, milyen az, amikor fáj belül igazán. What it's saying here? Mit mond itt? Is that those things were designed to refine your faith and make it even stronger. Hogy ezek a te hitednek a kipróbálására vannak, hogy még erősebb legyél. Well done. Thanks. But sometimes instead of going to God in those moments, we go to other things. És gyakran ezekben a pillanatokban, hogy ahhoz, ahelyett, hogy Istenhez mennénk, más dolgokhoz fordulunk. My dad went to alcohol. Az én édesapám az alkoholhoz fordult. For years I went to pornography. Én éveken keresztül a pornográfiához fordultam. Some people go to video games. Vannak olyan emberek, akik meg a videójátékokhoz mennek. Other people find it in relationships. Más emberek kapcsolatokba mennek. God says if you come to me in those times. Isten azt mondja, hogy gyere hozzám ezekben az időkben. You'll get gold refined in the fire. Mert te ilyenkor tűzben izított aranyat fogsz találni. You see, there's a rebuke here. Itt van egy ilyen fenyítés is ebben. Jesus is saying, don't pretend to be hot if you're not. Jézus azt mondja, hogy ne tettesd azt, hogy te forró vagy, hogyha nem vagy az. What's important is the reality. Ami a legfontosabb, az a valóság. And Jesus is reminding you that your faith is of greater worth than gold. És Jézus itt emlékeztet ilyenkor bennünket, hogy a te hited az értékesebb még az aranynál is. And don't forget what he said. És ne felejtsük el, hogy mit mond. He said you can buy this gold from me. Azt mondja, hogy te megveheted ezt az aranyat tőlem. Well, we'll get to that in a minute. És majd mindjárt még visszajövünk ide. Second thing he said was you need white clothes to wear to cover your shame and nakedness. A második dolog azt mondta, hogy ugye fehér ruhát vegyél föl, ami eltakarja a szégyenteljes mezítelenséged. This is another rebuke. Ez egy másik ilyen fenyítés. He's saying you're not as righteous as you think you are. Azt mondja ezzel, hogy te valójában nem vagy olyan igaz, mint amennyire gondolod magadat. We can go to church. Elmehetünk gyülekezetbe. We can serve in the church. Szolgálhatunk ott. We can do all kinds of good things. És nagyon sok jó dolgot tehetünk. Actually, all our righteous acts are like filthy rags. De valóságban minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. They don't impress God. És ez nem nyűgözi le Istent. And do you remember what he said? He said you can get white clothes from me. Emlékeztek, mit mondott? Azt mondta, hogy tőlem fehér ruhát vehettek. Now the white color is speaking of two things. A fehér szín két dologról beszél. First of all, the righteousness that can only come from God. Először is az igazságról, ami vagy a megigazultságról, ami egyedül Istentől jöhet. But it's also talking about the clothes that we will wear as His bride on the last day. De a másik dolog, amiről beszél, az a ruha, amit a mennyasszony
hord azon a napon, amikor ott leszünk előtte. In Revelation 19. A Jelenések 19-ben. It says, "Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people." Örüljünk és dicsérjük Istent, mert eljött a bárány lakodalmának ideje, mert mennyasszonya felkészült az esküvőre, ragyogó, tiszta mennyasszonyi ruhát kapott, és abba öltözött. Ez a mennyasszonyi ruha azokat a jó és igazságos dolgokat jelképezi, amiket Isten népe tett. You know that we are the bride of Christ, don't you? Tudjátok, ugye, hogy mi vagyunk Krisztusnak a mennyasszonya. Do you know there's a wedding coming, don't you? Tudjátok, hogy egy esküvő fog Do you jönni. Know that there's a wedding coming? Tudjátok, hogy egy esküvő fog jönni? And you are the bride. És te vagy a mennyasszony. Look at what it says about his bride. Mit mond a mennyasszonyról? It says he will present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fetetetlen legyen. You know what Jesus is saying? Tudjátok, mit mond Jézus? He's saying, if you want to be part of this wedding, azt mondja, hogyha te részese akarsz lenni ennek az esküvőnek, stop messing around. Akkor hagyd abba, hogy így összekavarsz mindent. First of all, stop trusting in your own righteousness. Először is hagyd abba azt, hogy a saját megigazultságodban bízol. You're not as righteous as you think you are. Mert nem vagy annyira igaz, amennyire gondolod. And then he's saying, és aztán azt mondja, I can give you real righteousness. Hogy én tudok neked valódi megigazultságot And adni. And I can purify your heart so that you start acting righteously. És én tudom megtisztítani a te szívedet, amiből te majd valóban megigazultan fogsz viselkedni. Let's not pretend. Ne tettessük. I don't know about you, but I want to be ready for the wedding. Nem tudom, te hogy vagy, de én szeretnék kész lenni azzal az esküvőre. So let's look at the third thing. Nézzük meg a harmadik dolgot. Salve to put in your eyes. Egy ilyen gyógyító írt rakjunk a szemünkre. Jesus is the one who opens the eyes of the blind. Jézus az egyedüli, aki a vakok szemeit megnyitja. You see, the lukewarm person is blind and they don't even realize it. A langyos ember ugyanúgy vak, csak nem vesz észre. If you want your eyes to be opened, hogyha te szeretnéd, hogy a te szemed megnyíljon, so that you can see your true condition, akkor te a valódi állapotodat láthatod. And you can be ready for that day. És akkor te kész leszel arra a napra. We need to do whatever Jesus says next. Ha ezt akarod, akkor azt kell tenned, amit Jézus mond következőkben. And you might be thinking, but David. És aztán azt gondolod, hogy de David. Jesus said, you can buy those things from me. Jézus azt mondta, hogy meg tudja vásárolni ezeket a dolgokat számomra. If Jesus is right, hogyha Jézus igaz, and I'm poor and wretched, és én szegény vagyok, és blind and naked. Nyomorult és vak és mesztelen. If that's my condition, hogyha ez a valódi állapotom, how can I buy anything spiritually? Akkor hogyan tudnék én bármit venni szellemileg, vásárolni? Exactly. Pontosan. You can't. Nem tudsz. You can't. Nem tudsz. Nobody can earn their place at that wedding feast. Mert senki nem tudja a helyét így meg kiérdemelni ezen a bizonyos mennyegzőn. The only thing that you can give in exchange for those three things is yourself. Egyedül egyetlen egy dolgot tudsz magad, dolgot tudsz adni ezért a három dologért, az pedig saját magad. Not part of you. Nem egy részedet, but all of you, hanem mindenedet. And we don't just put some of our faith in him, és nem csak bizonyos mennyiségű hitünket vetjük bele. We put all of our faith in him, hanem az minden hitünket belévetjük. That means we're not trusting in anything else. Ez azt jelenti, hogy mi nem bízunk semmi másban. That
is repentance. Ez a megtérés. Now there are many people preaching the gospel on planet Earth today. Ezen a ebben a világban nagyon sok ember hirdeti az evangéliumot ma is. Without any mention of the word repentance. Anélkül, hogy említenék sokszor a megtérés szót. Do you realize they are letting people go to hell and they are deceiving people? Nem tudom, észrevettétek-e, de ilyenkor valójában megengedik, hogy emberek pokolra kerüljenek és megtévesztenek embereket. Yes, we need faith. Igen, kell hit. Grace comes by faith. Mert a kegyelem hit által jön. But if you ignore the word repentance, de hogyha kihagyod és figyelmen kívül hagyod azt a szót, hogy megtérés vagy bűnbánat, you're going to be blind and naked. Akkor vak leszel és mezítelen. So let's see what Jesus says. Úgyhogy nézzük meg Jézus mit mond. Those whom I love, I rebuke and discipline. Akit én szeretek, azt megfeddem és megfenyítem. Here it comes, guys. So be earnest and repent. Igyekezz tehát és térj meg. Here I am. Íme az ajtó előtt állok. I stand at the door and knock. És zörgetek. If anybody hears my voice, ha valaki meghallja a hangomat, and opens the door, és kinyitja az ajtót, I will come in and eat with that person. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. And he with me. Ő pedig én velem. Do you know, eating is one of the deepest signs of fellowship. Tudjátok, az étkezés az a legmélyebb jele egy közösségnek. Some of you know you've not been enjoying that deep intimacy with God. És lehet, some of you know that you've not been enjoying that deep intimacy with God. És vannak itt olyanok közöttetek, akik tudják magukról, hogy nem élvezték, soha nem volt lehetőségük élvezni ezt a valódi mély kapcsolatot Istennel. There's a few other things maybe you've been trusting in. Mert voltak más olyan dolgok, amiben bíztál. And he's knocking on your door tonight. És ma este ő kopogtat, zörget a te ajtódon. Why? Miért? Because this is what he says to those whom he loves. Mert ezt mondja azoknak, akiket ő szeret. I don't believe Jesus wants to spit anybody out of his mouth. Én hiszem, hogy Jézus senkit nem szeretne így kiköpni a szájából. Do you know who I really think the lukewarm person is? Tudjátok, mit gondolok, hogy kicsoda a valóban langyos személy? I think it's anybody who thinks that they're hot. Mindenki, aki azt gondolja, hogy forró. Anybody who thinks they don't need to repent. Mindenki, aki azt gondolja magáról, hogy neki nincs szüksége megtérésre. You see, God is speaking tonight. Látjátok, Isten szól ma este. And this is the last thing that Jesus says about it. És ez az utolsó dolog, amit Jézus erről mond. He says, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my father on his throne. Whoever has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. We are not just a church here tonight. Mi ma nem csak egy gyülekezet vagyunk itt ma este. We represent lots of churches. Ma itt sok-sok gyülekezetet képviselünk. Actually, we are the church. Tulajdonképpen mi vagyunk a gyülekezet. I wonder if this is what the Spirit is saying to the churches in our day. És azt gondolom, hogy a Szent Szellem ezt mondja ma a gyülekezeteknek, a mai napjainkban. So you need to decide what category do you think you're in. És el kell döntened, hogy te melyik kategóriába vagy. If you think you're hot. Ha azt gondolod, hogy te forró vagy. Maybe you're not. Talán nem vagy az. I know which category I want to put myself in tonight. Én tudom, hogy melyik kategóriába szeretném magamat sorolni. I want to get on my knees. Szeretnék lent lenni a térdeimen. And I want to say, Jesus, I'm lukewarm. Szeretném azt mondani, Jézus, én langyos vagyok. Would you help me? Segítenél nekem? And I want to be earnest and repent. És szeretnék bűnbánatot tartani. And if you want to join me,
És hogyha szeretnél csatlakozni hozzám, that's what I'm going to do now. Akkor ezt fogjuk most tenni. If you'd like to stand or sit or kneel, do whatever you want. Hogyha szeretnél ülve maradni, felállni vagy térdelni, csinálj, amit szeretnél. But if you want to be hot, de hogyha szeretnél forró lenni, there's only one way. Ehhez egyetlen egy út van. Repentance. A megtérés, megbánás. Let's pray. Imádkozzunk.